Sziasztok, Dr. Zsú vagyok, az Inspiráció az Intuícióhoz című sorozatunkkal. Jelentkezem egy nagyon speciális vendéggel ma, Kis Petrával, és azért választottam a Petrát, mert egy nagyon hihetetlen történeted van. Nagyon fiatal vagy, és fogta magát, fölkerekedett, és kiment Ázsiába 6 hónapra. Hátizsákkal, ugye? Hátizsákkal. És azt gondoltam, hogy ugye együtt is meditálunk, tehát összehozott minket az út erre, és azért szerettem volna meghívni ide Petrát, hogy csajok, halljátok meg azt, hogy mi az, hogy bátorság, hogy hallgass az intuíciódra, hogy mi az, ami a Petrát indította el ebben, milyen intuíciód volt, hogy egy ilyen útra elmenj, ott mit csináltál, hogy csináltad, merre jártál, mit tanultál, mindent szeretnénk tudni. Előköszönöm a meghívást először is. Honnan jött? Tehát elég kiskorom óta igazából érdekeltek a keleti kultúrák, vallások, érdeklődtem. Ez sajnos elmaradt pár évig az életemből, de aztán valahogy visszataláltam önmagamhoz. És talán 21 éves koromban jött ez az ötlet, hogy hát én szívesen mennék Ázsiába, utaznék egy kicsit, de valami közbe jött, vagy pénz nem volt, vagy vártam valakire, vagy valamire, és nem hallgattam magamra, viszont 27 évesen jött az, hogy na, ebből elég, akkor most már elkezdtem az én életemet élni, ezt szeretném csinálni, úgyhogy e felé haladok. Úgyhogy egyszer csak úgy döntöttem, hogy akkor én felmondok, és akkor én ezt megcsinálom, és igazából fel se kellett mondanom, mert minden úgy lett, ahogy lennie kell. A főnöke mondott föl neki azért, hogy ő el tudjon menni Ázsiába, na ezt képzeljétek el. Pont így lett. Így van, igazából a cég azt mondta, hogy akkor mehetnénk Barcelonába, én nem szerettem volna, úgyhogy még egy jó kis végkielégítést is kaptam, hogy felmondok. Szóval minden úgy történt, ahogy lennie kell. És az igazság, hogy egyedül indultam volna útnak, de közben egy nagyon jó barátnőm meglátogatott, és neki elmeséltem, hogy akkor megyek Ázsiába, felmondtam mindent, így lesz, ahogy elképzeltem, és ő 2 hétre rá, ő is felmondott, és azt mondta, hogy akkor veled tartok. Hihetetlen. Igen. 3 hónap együttutazás lett a vége, de viszont utána ugye teljesen egyedül folytattam. És hát igen. Hogy tudtad ezt anyagilag megteremteni? Most ezt azért kérdezem, mert sokatok, akik itt néznek bennünket, kérdezik, hogy ezt, tehát el sem tudod képzelni, hogy hogyan lehetséges ezt megcsinálni anyagilag, hogy hogyan? Hogyan lehetséges megcsinálni ezt anyagilag egy nőnek egyedül? Milyen pénzt kell összeszedjél, ahhoz kell ehhez óriási összegeket összeszedni? Mi az, amit kint csináltál, amivel fedezted? Ez a sok ismeretlen, ugye, a megismerését szeretnénk most, úgyhogy a kedves nézőknek mondd el, hogy törjük le az akadályokat. Jó, az az igazság, hogy persze pénzért vásárolsz dolgokat, de én hiszem azt, hogy tényleg mindent meg tudsz magadnak teremteni útközben. Ugye Ázsia sokkal olcsóbb, mint Európa. Én gyűjtöttem pénzt erre az útra, szóval azt hiszem 12.000 euróval indultam neki, de ebből a 6 hónap alatt talán 4.000-et költöttem, úgyhogy nagyon kényelmesen éltem. Viszont most így visszagondolva, hogyha nagyon olcsó, még olcsóbban szeretném ezt az utat végigjárni, nagyon sok lehetőség van arra, hogy önkénteskedjél. Vannak olyan régiók, olyan helyek, ahol te tényleg, hogyha te szeretnél mondjuk segíteni nekik, akkor megengedik, hogy ott aludjál, koszt és kvártéért, 4-5 órát dolgozol naponta. Úgyhogy voltak ilyen lehetőségeim 2 helyen is, amit nagyon-nagyon elvesztem. Emellett, ami nagyobb kiadás volt, az nekem a jóga tanári képzés. Igen, volt. Megcsináltad a jóga tanári képzést, igen, fantasztikus. És de emellett tényleg találkoztam olyan emberekkel, akik kim voltak már évek óta, és simán el voltak minimális összegekből, mert egyrészt tényleg olcsók kint, de megtalálod azokat a lehetőségeket, amikből vagy tudsz pénzt teremteni, vagy ingyen tudsz élni, úgymond. Igen, és ez olyan jó, hogy mondod, mert most ugye már, hogy levettük ezt az akadályt, hogy nem kell óriási pénz, meg lehet ilyen
cserébe belemenni, meg tanítani ki lehet menni, meg ilyesmi, hogy merre jártál, Petra? Mondd el nekünk, hogy melyek azok az országok, mert ugye volt egy indítatásod, hogy kimenj, mi az, amit kerestél, volt-e pontosan egy célország, amit kerestél, vagy még kint is ugye kerestél, vagy... Hát az első, én úgy gondoltam, hogy veszek akkor egy repjegyet Indiában, mivel ugye jogázok már egy ideje, meg a meditációval is foglalkoztam, ezért India volt az első ország, ahova mentem, azaz mentünk a barátnőmmel Nikivel. Odafelé repülőjegyet lefoglaltuk, és így mondtam, hogy akkor én az intuíciómra támaszkodom, majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert nem szerettem volna tervezni, mert végre életemben először szabad vagyok, nincsenek kötelezettségeim, és nem időre mentem, hanem tapasztalatot akartam szerezni igazából, meg magammal foglalkozni, azzal, amit szeretek, meg olyan emberek társaságában lenni, akikkel szerettem volna találkozni, úgyhogy egy repülőjegyem volt Delhibe, és utána ugye minden adta magát, utána tényleg így, ahol jól éreztem magam, ott tovább maradtam, volt, hogy valami, mondjuk elgondoltam, hogy 3 napot leszek ott, aztán 2 hetet maradtam, volt, ahol 1 hónapot maradtam, vagy 2 hónapot, úgyhogy teljesen a helyzet adta meg az emberek, akikkel találkoztam. Igen. És tehát India után milyen országokat látogattál meg, voltál, mit csináltál ott? Okay, Indiában ugye ott egy pár helyen voltam, utazgattam, utána pedig Myanmarba mentem. Ott önkénteskedtem, egy buddhista, hát egy ilyen szerzetesi kolostor volt, aki ugyanúgy árvákat is állított, meg egy iskolájuk is volt. Ott 2 vagy 3 hetet töltöttünk el. Ez egy tényleg gyönyörű hely volt, és nagyon szuper tapasztalatokat szereztem. Ezután Thaiföldre mentem, ott 2 hónapot voltam, ott ültem az első vipassana, 10 napos fantasztikus ülésemet, és utána pedig Kambodzsába voltam, Vietnámba, és utána sajnos haza kellett jöjjek a Covid miatt, de nem baj, ezután is nagyon szuper volt a történet, mert itthon is utazgattam, úgyhogy nem voltam elkeseredve, de egyszerűen ez a 6 hónap, ez tényleg ilyen teljesen. És milyen volt nőként egyedül, biztonságban érezted magad, volt-e valami probléma, bevonzás? Mert azért hallani történeteket, hogy szerinted kikkel történnek dolgok, és veled ugye nem történt semmi, hogy miket csinálnak ők, amik miatt bevonzanak dolgokat, hogy erről mesélj, mielőtt a tapasztalataid, ez is ugye a tapasztalataidnak a része, hogy ezt hozd meg velük, mennyire voltál biztonságban, és na hát ezekről. Ez egy érdekes kérdés, szerintem ezt nem meséltem neked. Én Indiára számítottam, hogy egy kicsit intenzív lesz, mert Nepálban voltam már hát 10 évvel ezelőtt, és hát teljesen más világ, más a kultúra. Máshogy néznek ott a nőkre, de ez még intenzívebb volt, mint Nepál, de se baj, én igazából fel voltam rá készülve, viszont a barátnőm kevésbé. És érdekes volt megfigyelni, mert igazából csak Indiában voltak kellemetlenebb sztorik, de nem velem történtek, hanem inkább vele, de ugye én is benne voltam a helyzetben, mint utazótárs és barát. Olyan félelmetes dolgok szerencsére nem történtek velünk, viszont mi nagyon-nagyon ügyeltünk arra, ugye, hogy nappal menjünk helyekre, nappal érkezzünk, volt internetünk, az volt az első minden országban, hogy megvettem a SIM-kártyát, hogy tudjam, hogy hova haladok. Én spontán is vagyok az igazság, úgyhogy nagyon sok helyre spontán mentem, megszólaltak a békák közben. Igen, ők is eljöttek ide hozzánk az interjúra. Eljön meg a szívüket. Igen, én nagyon spontán szoktam lefoglalni helyeket, viszont azért Indiában figyeltem arra, hogy azért mégis tudjam, hogy hol járok. Az egyedüli utazásnál pedig semmilyen rossz érzésem nem volt, semmilyen rossz tapasztalat. Szerintem ez az is lehetett, hogy az én saját aurámba voltam. Szerintem lehet, hogy vannak védőangyali, nem tudom, de volt egy kis mantrám is, hogyha esetleg olyan helyzet állt volna elő, ami esetleg olyan kényelmetlenebb lett volna, gyorsan elmondtam, és tényleg semmilyen olyan eset nem történt velem, ami miatt én féltem volna, vagy aggódtam volna, és igazából ezeken a helyeken, ahol én jártam, mindig vannak más utazótársak is, és
amit ajánlani tudok, hallgass az intuíciódra, hogyha találkozol valakivel, és azt mondja a tested és a lelked, hogy nem, valami nem oké, hallgass akkor rá. Igen. Volt rá eset, hogy találkoztunk valakivel, egyből bedurrant az a kis hang, így, hogy valami nem jó. Valami nem stimmel. A barátnőm viszont mondta, hogy de csináljuk. És utolsó pillanatban kihúztam, mert nagyon-nagyon mondta nekem ott a tudatalattim, hogy nem jó, és jól is tettem. És bejött. És szerencsére nem lett belőle baj, de egyedül ez nem fordult elő egyáltalán, úgyhogy mindig voltak nagyon sok szuper, tényleg csodálatos nővel találkoztam, ami az egyik oka is volt az utazásomnak, hogy ilyen nőkkel vegyem fel a kapcsolatot, és mindig volt valamilyen kíséretem, társam, amikor egyedül utaztam is a buszon is valakivel össze lehetett barátkozni. Ez így lehet, hogy nehéz elképzelni egy olyan személynek, aki még nem élt át, de amikor ott vagy, akkor annyira nyitott vagy, hogy bevonzod ezeket az embereket, és ők is nyitottak, és tényleg kapcsolódtok egyből, úgyhogy nem kell ettől félni, hogy nem találsz társra, hogy olyan emberekkel találkozol, akik nem... Tehát soha nem érezted egyedül magad, úgymond, nem, mindig? Nem, még a végén talán kerestem is egy picit az egyedül létet, nem azért, mert nem szerettem volna ezekkel az emberekkel, csak néha ugye kell egy kis nyugi, de mindig volt valami körülöttem, úgyhogy igen. És akkor rátérnék a legfontosabbra, mit kerestél és mit találtál? Mit kerestem? Én mindig valaki volt körülöttem az egész életem során, párkapcsolatokba mentem, és hát barátok is mindig voltak körülöttem, viszont picit így úgy éreztem, hogy én szeretnék valamit egyedül csinálni, uh-huh. És nem is az, hogy megmutatni önmagamnak, hanem inkább önmagamra találni. Ugye visszataláltam az én saját kis önmagamhoz, spiritualitásomhoz, ezt is kerestem meg, ezeket a feminin energiákat, ami annyira nem volt az életemben ezelőtt, és nagyon vágytam arra, hogy ezekkel a nőkkel találkozzam így az utam Aha, során. Az utazósokkal. Igen, és egyszerűen tényleg olyan helyzeteket hozott az élet meg ez az út, hogy tényleg csak ezekből a nőkbe botlottam bele, és most is hát igazából veled is, mert az utam során találkoztam veled, csak akkor már itthon voltam. De szerencsére ez összejött, és nagyon magamra találtam, így az egyedül lét alatt is. Jó, sok emberrel voltam, sok ugye külső hatásért, de viszont egyedül is a gondolataimmal is útközben, meg a saját energiáimmal dolgoztam, és egyszerűen ez valamilyen fantasztikus volt, hogy én képes vagyok erre, hogy magamra találtam valahogy az utam során, igen. És ezek az emberek által is. Igen. Tehát, mennyire fontos, ugye ez volt az előző kérdésemből kijövő következő kérdés, hogy mennyire fontosnak tartod azt, hogy egy nő tudjon egyedül lenni, mert ugye én is nagyon féltem egyedül lenni, csendben lenni, ugye a sok függőség, hogy csak más kell, hogy körülötted legyen. Szerinted ez mennyire fontos egy nőnek, hogy megtalálja ezt, hogy önmagát megtalálja? Abszolút. Fontos. Én a párkapcsolatomon is, meg a baráti kapcsolataimon, a szüleimmel való kapcsolataimon is látom, hogy mennyit változott, amióta én önmagamra találtam, amióta hallgatok az intuíciómra. Szerintem az az igazság, hogy tényleg úgy vagyunk kondicionálva, hogy mindig történjen valami, pörögjön az élet, elvegyék a figyelmünket saját magunkról, és szerintem mindenkinek kellene egy ilyen kis szünet az életében, vagy kisebb-nagyobb szünet, kinek ugye mi a legjobb, hogy átgondolja, hogy tényleg mit is akar saját magával foglalkozni, és ez nem önző egyáltalán, ez nem egy önző dolog, ez tényleg magunkért, hogy mi boldogabb vagy, és mások is boldogabbak legyenek ezáltal. Igen, és ez olyan fontos, hogy ezt mondod, mert erre szeretnénk inspirálni, motiválni benneteket, hogy igenis tanuljatok meg egyedül lenni, mert csak is az egyedül létben tudtok összekapcsolódni magatokkal, hogy a teljességeteket, az egészségeteket ugye meg tudjátok élni, és hogy ugye teljes életet tudj élni egy párkapcsolatban, a családban, ha már most párkapcsolatban vagy, akkor azt helyrehozni, vagy ha az tényleg nem működik, akkor tényleg azt lezárni,
tényleg tovább lépni, nem vesztegetni időt már azon, ami halott, úgymond, és tényleg megélni ezt az életet úgy, ahogy amire te elhivatott vagy, hogy ne szenvedve éld el ezt az életet, mert ezt másképp is lehet élni, és lehet, hogy nem kell elutazzál Ázsiába ehhez, viszont szerintem az Ázsia az azért fontos, mert egy más kultúrában vagy, és meg tudod tapasztalni, hogy mi az a hála, amikor hálásak érted az emberek, hogy csak vagy, hogy csak létezel, hogy csak keresztezted az utukat, ugye? Így van, meg gyönyörű azt látni, hogy nagyon sokan ugye sopánkodnak a pénz miatt, vagy hogy valami nem jó itthon, de hogyha elmész Ázsiába, és látod, hogy ott hogy élnek az emberek, hogy tényleg alig van valami kis pénzük, hogy rizset vegyenek, vagy tényleg így egy kis koszos lyukba laknak, most nem azért, de tudod, hogy mire gondolsz, és mosoly van az arcukon, és oda jönnek, és megosztják veled az utolsó darab kenyerüket is, mert szeretettel fordulnak hozzák, és tényleg ez ugye a jogából is jövő, vagy Indiából ez a namaste, hogy az én fényem látja a te fényed, és ez tényleg ott nagyon-nagyon ezt képviselik, ezt a mentalitást, és itthon is képviselik az emberek, csak még annyira nem ébredtek fel. Igen. Hát tudjuk, hogy szegény magyarokkal sok minden történt, viszont nagyon értékes nép vagyunk, és pont ezért is van az, hogy szeretnénk segíteni mindenkinek, hogy hidd el, hogy te is értékes vagy, te is megérdemled ezt, csináld meg ebben az életedben, hogyha nem is Ázsiába mész el. Ugye lehet elvonulni, lehet ugye vipassanára is el lehet menni, lehet elkezdeni önmagadon dolgozni, lehet elkezdeni kicsit meditálni, szükséged van egy linkre, szóljatok, küldöm azonnal, hogy ne féljél önmagadtól, a legfontosabb információ az életre az mind benned van, és ez irányítani fog téged, lámpást fog adni az életbe, fényt mutat, mindenre rávilágít, és van most itt, azért elmondjuk, hogy van nézőközönségünk is. Bevonunk így is. Bevonjuk, és hogyha van valamilyen kérdésed, nagyon nagy szeretettel meghallgatjuk, te is egy nagy utazó vagy, Magdi, hogy mi az, amit kérdeznél még a Petrától, hogy osszunk meg a hölgyekkel. Során. Mi az a fordulópont, igen, amire azt mondtad, hogy igen, ezt akarom, ez vagyok, és igenis felvállalom. Tehát mikor jött az a fordulópont az életemben? Az életemben, vagy az utam során? Az utam során. Ez egy jó kérdés. Ugye ez volt az egyik, úgymond, nem volt indítatás, nem voltak elvárásaim így útközben, mert tényleg így nyílt szívvel vágtam neki az útnak, de nagyon hiányzott az életemből az, hogy ezekkel az erős nőkkel találkozzak, akik tudják, hogy mit akarnak, akik büszkék, akik felmerik vállalni, hogy ők tényleg ez a feminin energia ott ég bennük, és nem akarják elnyomni, és szerencsére tényleg ezekkel a nőkkel találkoztam egész végig. Tehát fontos, hogy tudd, hogy mit keresel. Is, de viszont vipassan alatt is, amikor ültem. Először egyébként egy hétnaposon voltam, ami nem volt teljesen csendes, de egy annyira intim beszélgetés folyt közöttem, és az egóm, vagy az elmém, vagy a szívem között, hogy ott valahogy így teljesen elfogadtam magam, és felvállaltam azt, hogy én ilyen vagyok. Ez vagyok, szeretnék mondjuk lehet egy picit másabb lenni ilyenben, meg olyanban, de ugye mindig van. Tudunk fejlődni, és de tényleg azt, hogy elfogadtam teljes mértékben magamat, és próbáltam mindenki felé nyitott szívvel lenni, és elfogadást gyakorolni, de ezek a nők, akikkel találkoztam utam során, ezek tényleg fantasztikus. Csak igen, nagyon fontos volt az én számomra az, hogy tényleg együtt legyünk, és
ne legyen ez a, amit sajnos nagyon sokan csinálnak, már kiskorunk óta, ez a kibeszéljük egymást, ez a rossz indulatoság, hanem ez a tényleg támogassuk meg ezek a sisterhood, ez a, hát együtt vagyunk nők, ez testvérek vagyunk. Igen, és hogy meglegyen ez a kör, és sikerült beletaláljak, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segített az én dolgaimmal is. Igen, ugyanis nagyon sokan a párkapcsolatunktól várjuk el azt, uh-huh. hogy a férfi adja meg azt, amire szükségünk van, hogy hallgasson meg ilyenek is. Olyan dolgokról szeretné vele beszélni, amiről abszolút nem, uh-huh. nincs, nem is érdekli mindegy, és ezért te megsértődsz. Viszont amikor van egy női kör körülötted, uh-huh. és ezért mi mind itt vagyunk nektek, úgyhogy nyugodtan lehet írni nekünk, válaszolunk, és szeretettel vesszük azt, hogyha írtok nekünk, és képzeljétek el, teljesen elfogadjuk azt, amikor írtok nekünk bármit is. Tehát sokan fönnakadnak, hogy most írjak neki, mit fog erre szólni, hogy nekem ilyen kérdésem van. Köszönjük, mindent elfogadunk, mindent megértünk, mert kell egy ilyen portálnak legyen az életedben, akivel tudsz beszélgetni, és ezt azért vezettem be, mert igazság szerint a Petra is üzleti világba beáste magát, Amerikában is él, dolgozott, Európában is, nyugaton is, és most jött el az a fordulópont a számára, hogy leteszi az üzleti világot, és ugye áttanítja magát is, mivel fogsz foglalkozni, akkor vezess most te be ezt, ugye, a jóga kezdte. A jóga kezdte, meditáció folytatta, és hát most pozitív pszichológiát és coachingot fogok tanulni, és ezeket szeretném ötvözni, majd valamilyen különleges formába, de szerintem majd így utam során úgyis rájövök, hogy mi lesz az, ami a legközelebb áll hozzá, meg természetesen úgyis bevonzom szerintem azokat az embereket, akik ezt fogják keresni, úgyhogy ilyenekbe gondolkodok, meg egy közösségi tér kialakításába, ahol esetleg női köröket, akár férfi köröket is, de női köröket szeretnék szervezni, jogázni, meditálni, és különböző esetleg táncolni, művészetekkel foglalkozni. Nagyon jó. Ugye a kreativitás is, hagyd mondjam el itt most itt a beszélgetésünknek már a végén, hogy én nagyon hálás vagyok neked, ugyanis te voltál az, aki hát most a 2 éve, szeptemberben rákérdezett, hogy Zsú, és neked van egy női köröd? És akkor rádöbbentem, hogy nekem nincs. És hogy miért is nem csinálok egyet, ugye ebből szülte ki magát ugye a Tea Klub, szülte ki magát az, hogy Magdival csináljuk az élő videókat, segíteni a hölgyeknek ugye az aromaterápia, egészség, ugye a nőiesség, boldogság, a boldogság, nőiesség, egészség, vagy hogy is mondjuk a boldogság, egészség, nőiesség, a már így sorrendben szeretném tenni programot is, és most ez a inspiráció, az intuícióra is, ez egy erről szól, nőkről nőknek, emberekről embereknek, hogy tanuljunk egymástól a történeteink által, és építsük egymást végre, hogy az a irigykedéses, féltékenykedés, az szűnjön meg, mert sehova nem vezet. Ha összefogunk és egymást segítjük, azáltal sokkal, de sokkal többet tudunk elérni ebben a világban, és neked is sokkal jobb lesz, hogyha elfogadsz valakitől ilyen segítséget, érzelmi támogatást. Hidd el, ne félj ettől, senki nem fog semmit tőled kérni. Meg kell tapasztalad ezt az új világot, ezt az új szférát, mert csak itt van szerintem a túlélésnek a lehetősége és a változásnak a kulcsa számunkra. Mert saját magunkban van igazából teljes mértékben, úgyhogy ne féljél utazni, ne féljél nyitni, változtass, ijesztő. Szerintem nagyon sok mindenkiet, te is eltestél sok változáson. Igen, tényleg ijesztő. És most nem azt fogom mondani, hogy ez volt életem legkönnyebb döntése, de néha bele kell, fejest kell ugorni a dolgokba és csinálni. És csak lélegezni. Így van, és csak megfigyelni, hogy mi történik. És lehet, hogy először talán ijesztő, és annyira nem kényelmesen süled, de mindig jobb lesz, tényleg mindig jobb lesz. Úgyhogy... Igen, vissza kell vegyük ezt a kontrollálni akarom még az univerzumot is című dolgot, nem fogod tudni, úgyhogy csak lépj hátra, és ha hátra léptél, elengedted, az univerzum olyan szépen csinálja a dolgát számunkra,
És ezt meg kell tudni tapasztalnia mindenkinek, úgyhogy ezért is van ez a sorozatunk erre, hogy segítsünk nektek összekötni magatokat önmagatokkal, hogy végre a saját bőrötökben boldogok, szabadok és békések legyetek, és akkor egy teljesen más ugye, környezet alakul ki. Hát nagyon szépen köszönöm, Petra, köszönöm, hogy itt voltál, hogy ugye nagy szeretettel a jóga táborunkban tudtuk megcsinálni ezt egy ilyen gyönyörű balatoni háttérrel, ezt az interjút. Mivel zárnád a milyen utolsó szóval szót, útravalót adnál itt a hölgyeknek, embereknek, bárkinek, aki néz minket? Hogy mindig van esély változtatni, sosem nincsen vége az életünknek, ha csak azért, mert belekerültünk egy nehéz élethelyzetbe. Tudom, hogy ilyenkor úgy tűnik, hogy nem lehet belőle kilépni, de tényleg mindig van kiút, és próbáljuk meg magunkat szeretni, és foglalkozni magunkkal, mert ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Nem lehet mindig csak másokra figyelni, meg mások igényeit kielégíteni, mert így úgy sem fog úgy elsülni, ahogy te szeretnéd, hogyha magadat nem szereted. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és élve élj! És élve élj! Hát nagyon köszönjük szépen, hogy itt voltatok, néztetek, hallgattatok minket, és már csak az maradt, hogy kis szeretetet küldünk a szívünkből. Nektek mindenfelé a világban, akik néztek bennünket, úgyhogy szerbusztok, sziasztok. Sok szeretettel, vigyázzatok magatokra!